Őszinte és adventi szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus drága nevében itt ezen a nagyon csodálatos helyen. Az a kívánságunk, hogy a Jóisten áldja meg ezt az alkalmat, áldja meg mindenkinek a személyes és családi életét. Az adventi szeretet, az adventi üdvözlet az mindig csodálatos. Nagyon úgy néz ki itt is, hogy advent van előttem is ez a gyönyörű szép virág, az bizonyítja, hogy advent van. Ezek a harangok, aztán ezeknek a gyerekeknek a gyönyörű szép éneke, üdvözöllek gyerekek, különben benneteket nem tudom, hogy hol vannak még, nem minden irányba szeretnék nézni, nehogy valakit megsértsek. A lelkemet simogattátok meg akkor, amikor énekeltetek. Na de ti is. Isten áldja meg a szolgálatotokat mindenkinek, és azoknak, akik veletek foglalkoznak. Minden arra mutat, hogy advent van. Még mi is. Úgy vagyunk itt, mint akik várunk valamit. És kétféle ember, az egyik fajta ember az, aki várja a karácsonyt, a téli ünnepeket, és ezért mindent megtesznek. Vagy megteszünk. Érdekes módon nagyon szomorúvá vált a mi családunkban, mi mindig karácsony előtt két héttel fogunk neki, és vagy meszelünk, vagy valamit bontunk a házba. Hát ez nekem nem nagyon tetszik, de nincs mit csinálni. Aztán ilyenkor folyik a nagy vásárlási láz, a nagy üzletelés. És annyi mindent csinálnak az emberek. Mindenki el szeretne adni mindenét, ha van eladó dolga, és mindenki szeretne vásárolni. Jó, olcsó, ha lehet. Ez egyfajta várakozás. Mindenki úgy érzi jól magát, ha az ünnepre a legtisztább a ház, aztán van egy csomó finom ebéd, meg vacsora, meg reggeli, aztán jönnek a rokonok, és ünnepelnek. Ez is egyfajta adventi várakozás. Nem is rossz ez. Aztán van egy másfajta nép, másfajta ember, aki ebben az adventi várakozásban nem valamit vár, hanem valakit vár. Ez pedig Jézus Krisztus, az Istennek egyszülött fia. Nem is úgy várja, hogy el fog jönni, hanem úgy várja, hogy vissza fog jönni. Tehát vissza fog jönni maga az Úr Jézus Krisztus. Az én testvérem, Sándor testvér azt mondta, hogy amikor megérkezik az Úr Jézus Krisztus, amikor vissza fog jönni, akkor az olajfák hegyére fog rálépni. És én most pont onnan olvastam az ígét, hogy az Úr Jézus az olajfák hegyéről beszél most nekünk. Nagyon nehéz dolgom lenne, ha az enyémet kellene elmondjam most itt, ti nektek. Ha leírtam úgy itt magamnak egy beszédet. És csodálatos dolog, hogy az ő beszédét mondom el. Azt, amit az Úr Jézus Krisztus ott az olajfák hegyén. Amikor megkeresték a tanítványok, és kérdezték. Úgy látszik, hogy akkor, abban az időben ők is már adventben voltak, mert azt olvassuk az ígében, hogy amikor az olajfák hegyén valam, hozzámennének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. Nagyon szépen fogalmaznak, két dolgot kérdeznek. Azt mondja, hogy milyen jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. Vannak emberek, akik az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét úgy szokták mondani, hogy jön vissza az Úr Jézus. Vagy pedig mások, akik azt mondják, jön a világ vége. Mind a kettő szent és igaz. Nekem megvallom az őszinteséget, jobban tetszik úgy, hogy azt mondom, vagy úgy hallom, hogy visszajön az Úr Jézus Krisztus. Amikor a világ végére gondolok, akkor egy kis szomorúság is elönt engem. És megkérdik a tanítványok az Úr Jézust, hogy mikor lesz a világ vége. Úgy látszik, hogy már akkor adventben voltak. Hát megmondom nektek, hogy a legjobb embertől kérdezték. A legjobb forrásból kapták a választ. Jézus Krisztustól. Nagyon sok spekuláció van ezen a földön. Voltak, akik ezelőtt már 100 évvel azt mondták, hogy eljött az Úr Jézus. Voltak, akik fel is öltöztek fehérbe, kimentek, aztán várták, hát nem jött meg. Azért mert ők akarták parancsolni, hogy jöjjön vissza. Aztán voltak, akik azt mondták, hogy na 2000-ben biztos meg fog jönni. Emlékszem, ott voltam és a televízió előtt, aztán srófolták az embereket ezek a tévériporterek. Na most fog jönni, most lesz a világ vége. Nem úgy van az. Jézus Krisztus azt mondja,
a világ végének, az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének a titkát egyedül Isten, a hatalmas Isten tudja csak. El van rejtve az angyaloktól. Bizonyos értelemben az Úr Jézus is adventben van. Várja, amikor beléphet ebbe a világba. Én nem arról szeretnék beszélni ti néktek, hanem a visszajövetele előtti időről, amiben mi most vagyunk. Nagyon szomorú lenne, ha akkor kezdenék el prédikálni, amikor megérkezett az Úr Jézus, és akkor mondanák el néhány dolgokat. Nem, nem. Most a legalkalmasabb idő. Az Úr Jézus is elmondta a tanítványoknak, és figyeljetek meg, milyen szent sorrendben rakta a mondani valóját. Tehát azt olvassuk ebben az ígében, megszólal az Úr Jézus a tanítványoknak, és elmondja, hogy a világ vége előtti időkben lesznek jelek. A tanítványok azt mondta, hogy micsoda jelek lesz. Kérdezték az Úr Jézustól. Az Úr Jézus pedig jelekről beszél. Nem is egy lesz, hanem több lesz. És figyeltek, a tanítványok, Jézus elkezdte a legfontosabbat. És azt mondja, nagyon figyeljetek, Jézus pedig felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetlen. Azt egy másik igeversben azt olvassuk, hogy ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ime itt a Krisztus, vagy amott a Krisztus, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesztek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Az Úr Jézus arról beszél, hogy van egy igazi Krisztus, és van egy hamis Krisztus. És az utolsó időknek, utolsó jelei közzé tartozik, hogy ezek kezdenek jönni. Amikor elhitetik az embereket, szomorú, hogy azt mondja Isten ígé, hogy még a választottakat is. És Jézus bemutatja magát. Ő az Istentől jött. Pál úgy fogalmazza ezt meg, ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményeit, ki gazdag lévén szegény életté érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. A Filippi levélben azt mondja Pál apostol, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a mi Urunk Jézus Krisztusban, aki Istennek formájában találtaté, nem tekintette zsákmánynak az, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vévén föl magára, megalázta magát, eljött erre a földre, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Drága testvéreim, az igazi Krisztus az, aki volt a mennyországban és volt a földön, visszament a mennyországba és még egyszer visszajön ide. Ennyi. A hamis Krisztusok azt csinálják, hogy magukra tereljék a figyelmet. Hamis Krisztusok és hamis proféták. Ez mind azért van, hogy a valóditól, Jézus Krisztustól eltereljék a figyelmet. Hamis proféták hamis jeleket és hamis csodákat tudnak cselekedni. Hamis proféták, hamis szolgálattevők csak hamis gyülekezeti tagokat tudnak szülni. Jézus Krisztus azt mondja, vigyázzatok, el ne hitessenek benneteket. Jézus bemutatkozott, eljött erre a földre. Ő volt az Isten egyetlen küldöttje erre a földre. Nem jött, és nem is fog jönni más. Eljött, szegénységben megszületett Betlehemben. Az én gyermekeim ahhoz képest pompában születtek. A tiéd is. Az Isten fia megalázta magát, az istálóban kapott helyet. Mondja is egy alkalommal, az övé közzé jöve, az övé nem fogadák be őt. Itt élt ezen a földön, bemutatta a mintakereszt, kereszténységet az embereknek. Aztán meghalt a keresztfán, azért, hogy te néked is én nékem. Isten adjon bűneinkre bocsánatot. Azért, hogy út legyen az atyához. Aztán felkészítette tanítványait, arra a szent és nagy munkára, ami őre álljuk tartozott, és amit végeztek majd a tanítványok, amelybe én is beleléptem,
az Úr kegyelme által. Aztán elment a mennyekben, de mielőtt elment volna, megígérte a tanítványoknak és az ő gyermekeinek és mindenkinek, hogy ismét vissza fog jönni. Az Úr Jézus arról beszél tehát, hogy lesznek hamis Krisztusok, akik mást kínálnak, mint Jézust. Elterelik róla a figyelmet. Egyik vagy másik személy ajánlja magát. Egyik vagy másik közösség alapító ember. Nincs más nép, aki által kellene nekünk üdvözülni, mondja a Jóisten ígéje, csak a Jézus neve, hogy az ő nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Aztán testvéreim, el az egyik jele, előjele, mondhatnánk azt, Isten mindig gondoskodott, hogy mielőtt valami történne, az embereknek elmondja, mi fog következni, hogy erre adjon kegyelmet szeretetéből, hogy rákészüljenek az emberek. Az Úr Jézus következőkben, a következő ígeversekben beszél arról, ami még fog következni. Nagyon forró dolgokról. Azt mondja az Úr Jézus tanítványai, és a tanítványai ott voltak és hallgatták. Kezdték érteni, hogy ezek komoly dolgok. Különben Jézus Krisztus, amit mondott, az mindig halálos komoly volt. És beszél a forró dolgokról. Azt mondja az Úr Jézus, a világ vége előtti idő. Az Úr Jézus második visszajövetele előtti idő. Az adventi időszakban. Hallanodok kell háborúkról. Nem azt fogom elmondani ebből az égéből, hogy na látjátok, hogy be is vannak teljesedve. Tessék eldönteni mindenki saját magában. Dönts el! Vannak dolgok, amelyek már bekövetkeztek, beteljesedtek. Vannak dolgok, amelyek folyamatban vannak. Még olyan is van, azt mondja Ámos próféta könyvében, hogy lesz éhség és szomjúság. Nem kenyér és víz után, hanem Isten ígéje után majd futkosnak majd tengertől tengeri. A nagy probléma az, keresik majd az Isten ígéjét, de nem fogják találni. Amikor Isten az íge hirdetésnek és a kegyelemnek az ajtaját bezárja, az emberekben még lesz szomjúság, csak ezt már nem fogja oldani senki sem. Azt mondja Isten ígéje, hogy az Úr Jézus beszél arról, hogy hallanodok kell háborúkról és háborúk híveiről. Ezek előzményei a világ végének. Én nem tudom, hogy mi hallottatok-e vagy nem. Töltsétek el! De Jézus ezt mondta. Aztán azt olvassuk itt az ígében, hogy az emberek gyűlöletesek lesznek egymás felé. Azt mondja az ígé, hogy nemzet támad nemzet ellen. Nem tudom, hogy hallottatok-e ilyesmit. Forró dolog. Azt olvassuk az ígében, hogy gyógyíthatatlan betegségek lesznek, szökhalál. Nem tudom, hogy hallottatok-e ilyesmiről. De Jézus pontosan mondja, azok a dolgok be fognak következni. Gyógyíthatatlan betegségek, szökhalál, azt olvasok itt az ígében. Engedjétek meg, hogy elmondjam nektek most, ahhoz a ponthoz jutottam, ami a legjobban megszabadított engemet. Egy olyan előjele van, drága, megváltom az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének, ami a legszomorúbb, és erre rámondom, hogy ez már érezhető. Azt olvassuk a 12. ígeversben, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Egy szóval, az emberek élnek szeretet nélkül. Olyan nagy lesz a gonoszság, hogy kiöli az emberekből a szeretetet. Szeretet nélkül való házasság. És vannak. Azért, mert a férj vagy a feleség azt a szeretetet, amit 100%-osan a kedvesének kellene adja, megoszol.
még valakiben. Meghidegül. Valakivel beszélgettem nem is olyan régen, azt mondja, régen hagytam volna már, ha nem lennének a gyermekek. Drága megváltóm az Úr Jézus Krisztus, pontosan oda tapint, drága testvéreim, ahol a legnagyobb probléma van. Szeretet nélküli emberek az utolsó időben. Nem azt mondom, hogy ti vagytok, hanem azt mondom, hogy most vizsgáljuk magunkat. A gonoszság olyan nagy lesz, olyan nagy fokon lesz, olyan nagy lázban lesz, hogy a szeretet sokakból kívül. Szeretet az Isten ígéje iránt. Szeretet az imádkozás iránt. Szeretet az élő Isten iránt. Jól tudjuk a parancsolatokat és a parancsot, amikor azt mondja Isten ígéje, szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből. Ne legyen ott másnak helye senkinek, hanem teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, lelkedből, teljes lényedből szeressed az Urat, a te Istenedet. Körülbelül 237 fő lakos, amik is falunk, Szilágy Szent Király. Azt kell megállapítsam, nagyon sokakból az Isten háza iránti szerete kihűlt. Ez ott kezdődik mindig, hogy először kihűl az Isten ígéje iránt, az imádkozás iránt. És Jézus azt mondja, az utolsó időknek szomorú jelei az, amikor a gonoszság megnövekedik, megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Aztán testvéreim, az Úr Jézus Krisztus beszél arról és elmondja tanítványainak, hogy a világ vége előtt, az ő visszajövetel előtt Isten beleszól a természetbe. Hallgatják a tanítványok, elmondja Isten, fia az Úr Jézus Krisztus, hogy lesznek hamis Krisztusok, lesznek hitetők, elterelik az élő Istentől az emberek figyelmét. Minden összevisszaságot elhiggyenek, és a valóságot ne higgyék. Aztán rátereli a figyelmet az Úr Jézus az emberekre, mi vár az emberekre. És egyszer csak azt mondja Jézus Krisztus tanítványainak, mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és ahol nem félik, s a csillagok az égről lehullanak, s az egeknek erősségei megrendülnek. Ez mind hozzátartozik, ez mind közelebb visz Jézus Krisztus megérkezéséhez. Az az Isten, aki egymaga fesztette ki az egeket, az áldott teremtő és alkotó Isten, aki róla helyezte a napot, a holdat és a csillagokat, és egyszer azt parancsolja nekik, hogy most ne világítsak. Míg az este foglalkoztam az ígével, kipróbáltam, mit jelent. Eloldottam az összes villanyt, és sötétség lett. Azt megjegyzem, hogy az utcán kint égett a villany. Amikor Isten cselekszik, sehol nem lesz fény. Hogy érintesz tégedet, amikor ezt hallod, hogy az természetvilág engedelmeskedik az Istennek? A nap, a hold, a csillagok, az ember pedig engedetlen. És ez igaz, mert Jézus Krisztus mondja, ez meg fog történni. A rémület fogja el majd az embereket. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy kiáltani fognak a hegyeknek és a halmoknak, a domboknak, hogy borítsatok el bennünket annak színe elől, aki jön. És ebben a helyzetben olvassuk a Jóisten igéjét, mondja Jézus Krisztus, és akkor feltetszik az ember fiának a jele az égen. És sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében nagy
hatalommal és dicsőséggel. Szorongás, rémület, sötétség, és feltetszik az embernek fia az égen. János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyv első részének a 7. ígeverse azt mondja, ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Trombita szóval érkezik meg, angyali kísérettel olvasunk Isten igében. Megjön a hatalmas király, a királyoknak királya és az uraknak ura, maga az Úr Jézus Krisztus. Megvallom nektek, amikor olvastam ezt az ígét, akkor megremegtem. És arra kértem az én megváltómat, hogy tisztítson meg. Belenéztem az ígében, és azt mondtam, Uram, nem vagyok készen. Nem hogy a te eljöveteledre, még ezt az üzenetet is elmondani annak a népnek. Tisztítson meg! Félek attól a rettenetes naptól. Mert Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia. Vissza fog jönni Szatmári nép. Hatalommal és dicsőséggel. És ha nem lenne tovább ez az íge, akkor komoly problémám lenne, és a tanítványoknak is az lett volna. És tovább megy az Úr Jézus, és azt mondja, látszott biztos a tanítványokon, hogy meg vannak rémülve. Gondolhatták lehet, hogy de jó, hogy megkérdeztük, de most még komolyabban kell vegyük a hívő életet. És azt mondja Jézus, még elmondok nektek egy jelet. Úgy fog lenni, mint a Noé napjaiban. Az özönvíz elő. Visszavezeti hallgatóid az Úr Jézus Krisztus egész az Ószövetségben. Akkor, amikor egyszer az Isten ítélete végig söpörte ezt a földöt és nagy takarítást csinál. A Noé napjaiban. Az özönvíz elő. A Noé adventjéről van itt szó. Amikor Noé is vár, mi is történt akkor? Mi volt az özönvíz elő? Az az időszak volt, amikor Isten pontosan tájékoztatta az akkor élő embereket, hogy szörnyen baj van. Azt olvasjuk Isten igéjéből, hogy szóbál Isten Noéval, és azt mondja, az ige elmondja Noéról, Noé igaz és istenfélő ember volt. Azért tudott Isten szóbálni vele. Volt egy normális ember, akivel lehetett tárgyalni. Volt egy olyan ember, akire Isten egy szent dolgot rábízhatott. És elmondja Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett. A gonoszság, a bűn felhatott elémben. Leszállok és özönvíz által megítélem az emberiséget. De te, Noé, készíts magadnak bárkát. Drága testvéreim, Isten áldott szeretetéből, kegyelméből és irgalmából soha nem cselekszik valami, mielőtt megjelnem jelenteni az ő szolgáljától. Itt van az Isten igéje. Azért van ez az alkalom. Ki hirdetteti Isten? Megüzeni Isten tinéktek, hogy szörnyen baj van. Azért, testvéreim, mert a bűn elhatalmasodott. Azért, mert a mi emberek tudjuk termelni a bűn. Azt mondja az egyik kedves énekünk, hogy mert bennem bűnterem, kísért a két szemem. Ó, kérlek Istenem, tiszta szemét. Bűnben születtünk, aztán termeljük a bűnt. Napról napra. Több bűn termel egy ember, mint amennyit megbánt. És ez már feljutott Isten elébe. És Isten pontosan tájékoztatta az akkor élő embereket. Ez volt, drága testvéreim, az Isten béketűrésének az ideje. Amikor tűrt a jó Isten, nem egy napot, nem két napot,
Több évtizeden keresztül, amíg Isten építette Noéval a bárkát. Ez az Isten béketörésének az ideje, az advent, amikor tűr az Isten. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemre tartják, hanem hosszantűr életünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérítse jusson. Drága keresztény testvérem, ne alázza meg téged az áldott jóisten béketűrő szeretet. Milyen a kapcsolatod az Úrral? Ki vagy-e békülve a Szent Istennel? Jön az ítéletnek nagy napja, azt mondja az Úr Jézus, hogy ha azok a napok nem rövidítetnének meg, egy ember se maradna meg, de a választottaké, vagy tekintélyek az Isten gyermekeinek az Isten előtt. És azok, akik könyörögnek, azokért, hogy ne vesztenek el, akik még nem tértek meg, nem találkoztak az élő Istennel. Azt mondja az Úr Jézus, figyeljétek meg, tanítványaim! Úgy lesz, mint az özönvíz előtt, a Noé napja előtt. Megmondom nektek, hogy az Isten igéje azt mondja, nem víznek van fennhaltva ez a világ, hanem tűznek. Az ítélet, a kárhozat tüzének, mindazok, akik nem találkoznak személyesen Jézus Krisztussal, nem adják át életüket ő neki. Az Isten béketűrésének az ideje, amikor Isten adott esélyt az embereknek szeretetéből, hogy készüljenek. Az volt a nagy probléma, olvasunk a Péter apostol levelében, hogy Noé az igazság hirdetője, nem Noéra hallgat, hanem egymásra nézte. Mindenki él, tudja, hogy akar. Olvasunk az Úr Jézus szavaival, hogy eltek, ittak, házasodtak, féreznek, ment az élet előre. Túl el voltak foglalva saját magukban, de nem a lelkükkel. Az özönvíz előtt Noé és az akkori élő emberek adventben voltak. Az Isten béketűrésének az ideje volt, amikor Isten várt a Noé napjaiban az emberekre. De a gonoszság elhatalmasodott. És Isten azt mondja Noénak, Noé, készíts magadnak bárkát. Jó, és ennyi jó? Noé reggelet fogjon is az ő elképzelése szerint. Lerajzolt, hogy milyen kellene legyen egy bárka. Nem. Azt mondta Isten, gófertábor csinálni. Azt mondta Isten, hogy a hosszúsága 300 síg legyen. A szélessége 50 síg. A magassága 30 síg. Rekesztékeket csinálja a bárkába. Kendbe szurokkal kívül is belül. Mit jelentenek ezek? Az üdvösségre, az ítélet napjára való felkészülés nem a mi életünk szerint kell, testvéreim. Istennek vannak méretei. Nem lehetett kisebbre csinálni a bárkát. Nem szabhatod az ima életedet kisebbre. Nem szabhatod az Istennel való kapcsolatodat kisebbre, mint ahogy Isten kér. Az Isten iránt való szeretetedet nem szabhatod kevesebbre. Van egy isteni mérce, nem én írtam le, de jó, hogy nem én írtam le. Nem egy bizonyos felekezet, vallási felekezet. Leírta az Isten. Noé így kell csinálni. És tudjátok, Noé azért menekült meg, mert engedelmeskedett az Istennek. Minden hajszál pontosan csinál. Nem lehet nagyobbra csinálni a bárkát. Ne gondoljátok, hogy akik a szék keskeny úton jártok, meg lehet egy kicsit a keskeny útot nagyobbítani. Férjen rá még egy csomó valamilyen szokás, vagy bűnök, ami tetszik nekünk, keresztényeknek. Szoktam hallani, hogy mondják egyik vagy másik, hála nem szabad esetleg, meg az sem. Nem. Noénak Isten mondta, hogy milyen méretekre csinálja a bárkát. Se nagyobbra, se kisebbre. Van egy keskeny út, és azt ne próbáld megszélesíteni. Magadnak. Mert ez nem engedelmesség. Aztán Isten igéje azt mondja, hogy csinálj rekesztékeket. Akkor, amikor el kell választani a jót a rossztól, arra tanítjuk a gyermekeinket.
Hát a keresztény ember! Nem begyűlhettek ott össze az állatok, meg az emberek, akik ott voltak. Nem lehet összekeverni, összevegyíteni. Nem lehet az Úr pohara is, meg az ördög pohara is. Nem lehet, hogy áldjuk a Jóistent ezzel a számmal, és mindjárt megszívjuk az áldott Isten. Nem lehet ilyen kevert, vegyes keresztény életet élni. Rekeszték. Itt az íge. Üdvözölni akarsz? Meg akarsz menekülni az ítélet naptól? Az Isten igéje a mérce. Aztán azt olvassuk az igéből, hogy Isten azt mondja, hogy kent az be szurukkal, kívül meg benne. Hát miért? Hát legyenek biztonságban. Drága testvéreim, hát kérdezzelek meg benneteket, bárki vagy itt a teremben. Van-e üdv biztonságot? Üdv bizonyosság, hogyha ezen az éjszakán, vagy ha hol, bármi ér téged, azt mondja Isten igény, csak egy lépés közöttem és halál között, bármi érhet, vagy jön vissza Jézus Krisztus, bizonyos vagy-e abban, hogy mész vele az Isten országába? Van-e üdv bizonyosság? Ha van, mi az alapja? Ha nincs, akkor itt az alkalom. Isten azt mondja, kedve, legyetek bizonyossága. Drága testvéreim, hadd mondjam azt, hogy Isten gyermekeinek, új szövetségi embereknek a biztonságunk, a bizonyosságunk magában Jézus Krisztusban van. Ő az egyedüli mentőbátor. Hallottátok, hogy a gyerekek Jézusról énekelnek. Hallottátok, hogy a közösségnek Jézusról szólok. Az énekben az Úr Jézusról beszél. Az imáinkban őt magasztaljuk. Az igény őróla olvasunk. A legkedvesebb a mi számunkra. Ő a mi Úrunk. Jézus Krisztus. Bizonyos vagy-e abban az üdvösségben, amit Jézus Krisztus ad mindenkinek. Noé úgy kellett elkészítse a bátát, amit Isten parancsolta neki. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy ablakot is kellett csináljon neki. Fel! Még véletlenül se nem lefele. Hát ha lefele nézett volna, Noé, akkor veszély érte volna. Isten orientált volt Noé. Felfele nézett, azt mondom, szemeimet a hegyekre emelem, mondja Zsoltár író. Na, fel szokták emelni, szereljük az emberek akkor, amikor a műkorasztalra kerülnek. Amikor a nyomorúságba, amikor a problémába kerülnek. Ó, összekulcsolják a kezükbe az emberek. Szükségük van a jó Istennek. És mindez, ami történt, az akkori élő emberek szem előtt történt. Ma sincs másképpen. Szemeink előtt érnek meg emberek. Szemeink előtt adják át életüket, gyermekek és fiatalok, középkorúak és idősek, férfiak és nők. Látjuk, ahogy kell nekik a Jóisten. Látjuk, ahogy szeretik magát az Úr Jézus. Még véletlenül se nem szidják meg az ő nevét. Mert ezek szeretik az Isten. Ezek azok, akik hallgatnak az Isten szavát. Úgy lesz, mondja az Úr Jézus, mint a Noé napjai előtt, az özönvíz előtt, amikor Isten azt mondta Noénak, készíts bátát. Drága testvéreim, az a ponthoz érkeztünk, amikor Noé elkészítette a bátát, Isten pedig beparancsolta Noé és az ő családját, és mindenféle állatból kettőt a bátába. És bezárta az ajtót az Isten. Azt olvassuk az Ószövetségben, Ódás első könyve 6. és 7. részében, amikor Isten bezárta az ajtót, 7 nap múlva felfakadának a földnek a forrásai. Isten megnyitotta az egek csatornáit, más szóval Isten megindította az ítéletet. Bezárt az ajtót. Az a szomorú ebben a kijelentésben, amit az Úr Jézus mondott,
hogy mind azok az emberek, akik akkor éltek, és nem vesznek vala észre semmit, minden eljön az az övéd, és figyeljüket erre oda. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Rága testvéreim, vajon mi az, amit észre kellett volna vegyen? A legjobb dolog, amit észre kellett volna vegyene, hogy Noé az igazság hirdetője készíti a bátát, és jön az ítélet. De nagyon kedves énekünk azt mondja a régi ének, ó, e világ, teljesen van, alszik, hogy gondtalan, azt félj, hogy a végső nap még jóval távol. Nem vették észre, hogy jön az ítélet. Kérdeznek benneteket, az Úr Jézus elmondta, hogy milyen előjelek lesznek a világ vége előtti időszakban az adventben. Észrevetted-e, hogy készül az ítélet? Nem vették észre azt, hogy nekik változni kell. Nem vették észre. Nem vették az észre, hogy úgy, ahogy vannak, nem kedvesek a Jóisten előtt. Nem vették az észre, hogy Noé készíti magának a megmenekülést az Isten parancsa szavára. A nagy probléma az, hogy egyszer észrevették. Amikor Isten bezárta az ajtót, és megindította az ítéletet, akkor észrevették azt, hogy kívül maradtak a bárkán. Észrevették, hogy visszafordíthatatlan az állapot. Drága keresztény testvéreim, az Isten irgalmasságára kérlek benneteket most. Vegyétek észre, hogy mind ez igaz. Vegyétek észre, hogy Jézus Krisztus második visszajövetele, azt mondja az Úr Jézus, az ajtó előtt van. Egyébként is. Meg fog érkezni. Hogy állsz a te Istenedben? Későre hittek az akkori élőemben. Későre imádkoztak. Későre tettek dolgokat, amikor visszafordíthatatlan volt az állapot. Két emberről olvasunk a Bibliában, akik elköltöztek erről a földről, az egyiknek a neve Lázár, a másiknak a neve Dúsgazdag. Olvassuk az Isten igéből, hogy én egyik is, meg én másik is itt ezen a földön. Tudjátok és tudjuk a történetet. Majd meghalt Lázár, és olvassuk az Isten igéből, hogy vitették az angyaloktól az Ábrahám-gyerekét, Isten országát. Azt olvassuk, hogy a Dúsgazdag pedig feljutott a szemét, holpa pokolba, a lángot. És ott kezdett őrülni. Tudta, hogy végleges az az állapot. Amikor kérte Ábrahámot, hogy küldje el Lázárt, hogy annyi kis vizet vigyen neki, csak mártsa az ujja hegyén, egy pohárba, vízbe. Mert gyökrettetek, nem létezik, ilyen nincs. Nagy a közbevetés. Köszünk és köszönnek, hogy Ábrahám. Na jó, akkor van nekem otthon öt testvérem, küldje el Lázárt, hogy mondja meg végig, változzanak meg, hogy ide ne jussanak erre a helyre. Van Mózesök és profétáik. Azért volt szörnyű számára, mert visszafordíthatatlan, végleges volt az állapot. Drága testvéreim, Isten még a kegyelemnek az ajtaját, a megtérésnek az ajtaját nem zárta be. Most itt van a sarki. Arról nem tudok beszélni, hogy Isten mikor zárja be. Az Úr Jézus elmondta, milyen előjelei lesznek annak, azt mondja, mi a Noé napjaiban. Szemmel láthatóan, amikor készül minden egyes megtért embernek a megtérése, az egy jel, hogy jönni fog az Úr Jézus Krisztus vissza. Nem zárta be az ajtót, hanem reálba. Meg fog érkezni a napját és az óráját, a mennyei angyalok se nem tudják, de jön, megígérte, az ő szava igaz, az utolsó adventi időszak előidejét most éljük, lejáróban van. Nem tudod, ünnepelsz-e karácsonykor, nem tudod, megéled ennek az évnek a végét, nem tudod,
felvilladsz-e holnap? Ha el kell költözni, hol fogod tölteni az örökké valóságot? Az Isten jelenléte nélkül, vagy pedig az Isten jelenlétével? Ez az alkalommal Isten kérdezi. Be fogja Isten zárni az ajtót. Menj be azon az ajtón, amit Isten készített számodra még ma. Amen.